Aztán valahogy ezek a román királyok, ugye ezek a királyok már csak ilyenek, hogy mindig összeházasodnak, a királyi dinasztiák azok ott fent lebegnek valahol egy ilyen nemzetközi légkörben, és összeházasodott a Habsburg dinasztiával, a sors szép fintoraként, úgyhogy most valamelyik leszármazotté a kastély, de éppen Habsburg ottójé tulajdonképpen ez a törcsvár, amúgy eladó, úgyhogy ha valaki szeretne vásárolni magának 60 millió euróért egy szép kis vármenti, vagy a határmenti várkastélyt, akkor itt most megteheti. Ugye a kastély hivatalosan a Habsburg ottójék birtokában van, de működik, mint múzeum. A román királyi családnak van itt egy szép kiállítása, tehát meg lehet nézni, hogy melyik ágyban aludt a Ferdinánd király, meg még volt Ilona hercegnőnek a szobája, meg stb. És valamilyen okból kifolyólag Dracula kastélyaként tartják számon. Már lehet is látni ott elől az a kis fehér épület, majd mindjárt jobban meglátjuk.